levegőm vagy. Nem látlak, beszívlak, elrejtelek testemnek millió sejtjébe, oxigéneddel éltetsz. Vizem vagy, mely oltja szomjam, minden cseppjében életemet kíséred, szövetségesként földi létemhez. Gyenis Antalné Judit egyik verséből idézett Molnár Zsuzsa, kulturális szervező. A költemény több alkotással együtt most egy kötetben jelent meg, melynek címe Útkeresés. A hamarosan 82 éves író költő azt mondja, fontos, hogy megtaláljunk egy testhez álló kifejezési módot. Amikor az ember egy felfokozott lelki állapotban van, legyen az, az öröm, vagy bánat, vagy gyász, akkor úgy érzi, hogy az érzelmeit, a gondolatait meg kell osztani valakivel. Nem akarja a környezetét terhelni, de muszáj elmondani neki azt, ami benne van. Igaz, hogy fiatalabb koromban, évtizedekkel korábban is írtam, de a verses köteteim azok a férjem halála után jelentek meg. Három verses kötetem tulajdonképpen minden évben egy-egy, 2016-ban, 17-ben, 18-ban. És az Útkeresés, aminek a mai bemutatója lesz, ebből a három verses kötetből, válogatott versekből állt össze, és természetesen nagyon sok új azóta három kötet után megjelent versekből. Az Útkeresés tulajdonképpen mindenki életében megtalálható. Az első perctől kezdve, amielőtt még megszületünk, azonnal szűk folyosón keresztül, és amikor sírásunkkal üdvözöljük a környezetünket, azután is minden alkalommal tulajdonképpen keressük az utat, ahol csak járhatunk, és azt is tudhatjuk, hogy a saját lábunk lenyomata az csak a mi talpunktól származhat. És az Útkeresés során nagyon sok útvesztő tulajdonképpen kerül elénk, és hogyan tudunk ezekben eligazodni. Johann Wolfgang von Goethe egyik idézetét emelte ki a művész, amely különösen fontos számára, olyannyira, hogy a kötet elején is olvasható. Szeretetbe burkolva törekvésed és életed cselekvés lesz. És tulajdonképpen az életemet a szeretet vezérelte. És ebben a verses kötetben az korábbi verseimnek a témáját figyelembe véve történtek a válogatások, és ahhoz, hogy a szeretet vezérlése megmaradjon az életünkben, azt az élet különböző szakaszaiban különböző módon jelentkezik meg. Az első, itt irányítod életem, őrzöd, fogott kezem, ez az első ilyen témakör, hogy ha azt mondjuk, hogy irányítod életem, őrzött fogott kezem, ki lehet ez? A szeretett férj, a hitves, de azon kívül a mindenható is. És verses kötetemben megjelenő versek tulajdonképpen erről szólnak. A második fejezet a vigaszról szól, vagyis hogy az élet legszomorúbb pillanataiban is muszáj kapaszkodót keresni és segíteni azon embertársainkon is, akik hasonló hullámvölgyben vannak. A következő rész a kötetemben tulajdonképpen egy olyan rész, ami az állandó változástra utal az életünkbe. Az életünkben nagyon-nagyon sok minden változás van. Minden pillanatunk egy változás tulajdonképpen, de vannak olyanok, amelyek állandóak, és az állandó változásban kell a mindennapi örömöket megtalálni. Ilyen állandó az életünkben a természet szépsége, a családunk, az otthonunk, de hozzátartozik a derű, és hozzátartozik a humor is, és a derű és a humor is megtalálható a versenyben. A realitás nem maradhat ki az életünkből. Tehát észre kell vennünk a mellettünk lévő szomorúságot, ha lehet azon változtatni, és tudjuk azt, hogy ez keserűség, a realitáshoz hozzátartozik a keserűség, ahogy a fény és a sötét is együtt jár, és a keserűséggel kapcsolatos témák a következők a verses kötetemben, és a következő rész tulajdonképpen a felelősség, felelősek vagyunk önmagunkért és egymásért.
felelősek vagyunk a felnövekvő nemzedékért, és az értékrendek megőrzéséért, és az utolsó részben tulajdonképpen ezek találhatók. És velem maradtál, ott a lelkem mélyén, örökre bennem élsz. Szeretettel és örömmel adtam át a gondolataimat mindenkinek. Örülnék, hogyha tudnék valakinek segíteni, ha csak egy pár pillanatra, egy pár percre valakinek az arcán mosolyt látunk, vagy mosolyt varázsolunk. Higgyük el, nem csak a másiknak, hanem nekünk is nagyon-nagyon sok örömet jelenthet. És én kívánok mindenkinek, különben, különösen ebben a Covid időszakban nagyon-nagyon sok mosolyt, örömet, remény megtalálást, és azt, hogy higgyük el, hogy a maszknak nem az a célja, hogy eltakarja a mosolyt az arcunkon, eltakarja azt, ami a szívünkből jön, és a másik ember tekintetével kell, hogy találkozzunk. A tekintetünkben is lehet biztatást és örömet találni, és én kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó egészséget, a szeretteik között sok boldog pillanatot, számtalan boldog pillanatot mindenkinek. Judit már megjelent köteteinek címei A Földtől elszállt varázs, A vigasz üzenete, valamint A nyújtsd a kezed. Ezekből és az ezután megjelent költeményekből állt most össze egy válogatás Útkeresés címmel.